Ebben a videóban az endometriózis okairól és a megoldásokról lesz szó. Szeretetek, köszöntök mindenkit! Endometriumnak hívjuk a méh belső falát borító nyálkahártyát, az endometriózis pedig egy olyan állapot, amikor ez a nyálkahártya rendellenes módon a méh üregen kívül is megtalálható. Az endometriózis leggyakrabban a kismedence szöveteire, a hashártyára és a petefészkekre terjed ki, ritka esetben a méhfalban és a kismedencén kívül is megtalálható. Az endometrikus szövet mirigyes és kötőszövetből tevődik össze, és vannak immun jellegű tulajdonsága is, ezért az immunrendszer nem megfelelő működésével is kapcsolatba hozható. Leggyakoribb tünetei a fájdalmas menstruáció, a menstruációtól független erős hasi fájdalom, a fokozott vérzés és a meddőség. Az endometrikus szövet, mivel mirigyes szöveteket is tartalmaz, rendkívül érzékeny a hormonokra, legfőképpen az ösztrogénre. A betegség okaként nagyon sok mindent meg lehet nevezni, de ezek mind másodlagosak, mint például az immunrendszer nem megfelelő működése, vagy a sok stressz. Az endometriózis alapjaiban egy ösztrogén dominanciával járó állapot, így ebből fakadóan lassan alakul ki, mert az ösztrogén dominancia is lassan alakul ki, és általában sok évbe telik, amíg diagnosztizálják. Tehát a gyógyulás felé vezető út legfőbb csapásvonala az ösztrogén csökkentése kellene, hogy legyen. A legfontosabb első lépés a bioélelmiszerekre váltás. Ezt azért célszerű meglépni, mert a permetszerek, a gombaölőszerek, a rovarirtószerek utánozzák az ösztrogént a szervezetben, más szóval ösztrogén hatással bírnak. A tömegtermelésbe érkező növényi és állati eredetű ételek általában szennyezettek sajnos rovarítókkal, vegyszerekkel, különböző permetszerekkel. A méreganyagok távozását a szervezetünkben felgyorsíthatjuk huminsav és fulvasav tartalmú készítményekkel, például a huminikummal. A legfontosabb elhagyandó ételek a tejtermékek, a szójaételek és a glutén. Ugye a tej legfőbb feladata, hogy a borjút megnövessze, emiatt dúskál a növekedési hormonokban. Endometriózis alatt, amikor is rendellenes módon többletszövet fejlődött ki rossz helyen, nincs még szükségünk pluszban további növekedésserkentő tápanyagokra. A szójatermékek főként a szójafehérje, ami rengeteg különféle ételben, így például egyes húskészítményekben is megtalálható, szintén erős ösztrogén hatással bír. A glutén és a gabonaételek bevitelének mérséklésével pedig, vagy elhagyásukkal, ugye a gyulladásokat csökkenthetjük. A természetes jód, az egyik legjobb mikrotápanyag az ösztrogén csökkentéséhez. A jód gátolja az ösztrogén választ, az ösztrogén anyagcserében résztvevő fehérjéknek a felpörgetésén keresztül, illetve a receptor sejtekben csökkenti az ösztrogént. Nagyon jó ösztrogén dominanciával járó problémákra, tehát például a cisztára, miomára és endometriózisra is. A jód bevitelihez a kelp algát ajánlom, vagy egy alga komplexet, például az Immunex algát, amely a kelp algán hínáron túl további négy másik algafélét is tartalmaz. A három legfontosabb pótolandó mikrotápanyag endometriózis alatt a C-vitamin, az E-vitamin és a szelén. A C-vitamint és az E-vitamint célszerű természetes forrásból pótolni, mondjuk növényi alapú étrend kiegészítővel, például a C-vitamin esetén ugye nem csak aszkorbinsavat, de a C-vitamin többi összetevőjét is, tehát olyan készítményt, ami tartalmazza. A C-vitamin, az E-vitamin és a szelén csökkentik a gyulladások következtében keletkező szabadgyököket, ezáltal mérséklődik a fájdalom, és a szervezet elindulhat a regenerálódás útján. Jó E-vitamin forrás a homoktövis magolaj, a búzacsiraolaj, a napraforgómag, ha pedig készítményekkel pótoljuk az E-vitamint, olyat keresünk, amelyben tokotrienol is van. A gyulladások csökkentéséhez az omega-3 és a D-vitamin a két másik kiemelten fontos mikrotápanyag. A nagymértékű bevitelükkel nagy eséllyel csökken a fájdalom intenzitása és a hossza is. Célszerű sok halat enni, például füstölt lazacot, sokat tartózkodni a napon, továbbá nagy dózisban pótolni az omega-3-at, jó minőségű készítményekkel, például krill olajjal. Az is elképzelhető, hogy az ösztrogénünk egy része a tesztoszteronból képződik.
tesztoszteron ösztrogéná alakulásáért az aromatáz enzim a felelős. A hasi zsír mértékével egyenesen arányosan nő az aromatáz enzim szintünk is. Érdemes ilyen esetben aromatáz enzim blokkolót is alkalmazni, ilyenek például a csalángyökér, a tiszta nem cukrozott tőzegálfonyalé, a gránátalmalé és a citromlé többek között. És végezetül az ösztrogén csökkentéséhez a zöldségek, főként a keresztesvilágú zöldségek napi szintű bevitele is nagy segítség. A brokkoli, a kelbimbó, a káposztafélék, a rukkola, a retek. A keresztesvilágú zöldségek többsége egyfelől tele van aromatázenzim blokkoló hatóanyagokkal, másfelől a máj funkciók javításán keresztül is segítik a rossz hatású ösztrogénnek a semlegesítését. A máj a fő felelős a felesleges ösztrogén méregtelenítéséért. Talán következőnek az ösztrogénről szóló korábbi videómat érdemes megtekintened. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!